Mint megtudtuk, tavaly április óta zajlanak országszerte a fertőtlenítések. Ez idő alatt mintegy 1200 létesítményben jártak a Magyar Honvédség emberei. Köztük az alapvetően nukleáris és ipari katasztrófák elhárítására kiképzett 93. Petőfi Sándor vegyi védelmi zászlóalj eddig több mint 300 épületet mentesített. E célból térségünkben szintén több alkalommal fordultak meg a különböző alakulatok. A megyében több mint 50 intézményt fertőtlenítettek a Magyar Honvédség fertőtlenítő rajai. Ebből Makó városában 8 intézményt fertőtlenítettünk ez idáig. Ebben volt óvoda, iskola, mentőállomás, illetve egyéb idős otthon és minden olyan intézmény, amire kérték, hogy fertőtlenítési feladatot hajtson végre a zászlóalj, illetve a Magyar Honvédség. Az alezredes a feladatuk kapcsán elárulta, hogy minden akció előtt részletesen egyeztetnek az intézmények vezetőivel, többek között az épület paramétereiről, továbbá arról, hogy van-e érzékeny pontja az ingatlannak. Ilyennek minősülnek például a számítógépes helységek is. A parancs végrehajtása precízen, speciális anyagokkal, már jól bevált védőruhában és eszközökkel történik. Általános elv, hogy fentről lefelé végzik a fertőtlenítést, valamint a belső szobákból kifelé haladnak. A bevetés elengedhetetlen része az utóellenőrzés, illetve a szellőztetés is. Hiszen a használt anyagok azért feldúsulhatnak a levegőben, és ezek kisebb, nagyobb hatással okozhatnak az emberi szervezetre nem természetes hatást. Arra kell gondolni például, hogy a fertőtlenítő anyagunk kapcsán használjuk a MOL Higiflow Rapidot, ami erős alkoholtartalmú anyag, és az alkohol köz felhalmozódva a levegőben az egy delíriumot okozhat az emberi szervezetre, ha nincs rajta gázáramot. Azon kívül ózongenerátort használunk, és hát az ózonnak is van egészség. Károsító hatása. Azt kell mondja, hogy miután a szellőztetés végrehajtása kerül, a fertőtlenítési folyamat befejezésétől számított egy óra múlva már az intézmény használatba vehető mindenféle egészségügyi kockázat nélkül. Csaba Tibor parancsnok helyettes saját maga és társai nevében is kiemelte, hogy egy katonának megtiszteltető feladata hazáját, a magyar emberek védelmét szolgálni. Munkájuk olykor megpróbáltató, de jó érzéssel tölti el őket, ha segíthetnek.